ajándékért megyek nektek ide, olyanért, ami még retro is. Manapság egyre ritkább, ha egy újság, egy sajtótermék nem online, hanem papíron, nyomtatott formában jelenik meg. Az Autó Motor magazin ezer régi motorosok közé tartozik. A régi motoros jelzőt mi sem bizonyítja jobban, mint az újság 1935-ös példánya, melynek ára 40 fillér. Ugyanennek a magazinnak az 1987-es évben ki volt a címlapján? Kit? Az eredet is 35 évvel később, a 2022. októberi számban ki van a címlapon? Újra Kit! Csak most az enyém! Míg valamikor szeptemberben eljött hozzám Bence az Automotor magazintól, hozott magával egy profi fotós videóst, és olyan hatoldalas anyagot raktak össze az autómról, hogy valami jó lett! Mivel az újság ezen példányát már nem lehet kapni, én úgy gondoltam, hogy 5 darabot szeretnék elajándékozni nektek. Akik vagytok annyira jó fejek, hogy az én kis bolond videóimat megnézitek, időt szántok rá, nagyon szépen köszönöm ezúttal is. Aki tehát szeretne részese lenni a retro újságolvasásnak, csatlakozni Magyarország közel 100 éves autós magazinjának az olvasótáborához, meg mellékesen olvasni kitről, hogyha esetleg érdekli, az lájkolja ezt a videót, írjon a hozzászólásokhoz. Akik ezt megteszik, azok közül 5 ember felveszem a kapcsolatot, és köszönetképpen, hogy ide jártok hozzám, elküldök egy-egy példányt az újságból. Buli, hogyha van egy 40 éves autód, hogy bármelyik pillanatban történhet valami. Most éppen az, hogy a szétszerelés előtti utolsó napon, hazafelé tartva, egy kövérgázadáskor eldurrant a fűtőradiátor. Elég fura volt, hogy egész hazautón párásodott az ablak, de a legijesztőbb jel az, hogy amikor hazaértem, itt volt a hűtővíz szintje. Amikor elindultam, még itt volt, úgyhogy tudtam, hogy valami gond van. Onnan kezdett el lefolyni, idáig, itt állt a fagyálló, illetve hát még mindig áll a fagyálló, csak beitta a szőnyeg, úgyhogy nem látszik. Ezt a burkolatot kéne lebontanom, és nagyjából itt van valahol, nem egy horror téma kiszedni, mert két csavar fogja, csak hát nekem itt van még egy 10 kiló madzag is. Aj, a szép szőnyegem, Istenem! Úristen! Ennyi. Mikor lesz ez kész? És nézd meg, a kesztyű is tiszta fagyálló. Nem lehet ezt kiporszívózni, hogy fog ez kijönni? Oké, rendelek egy fűtőradiátort, de az 15 nap, amire megérkezik az USA-ból, mondjuk mit tudom, 10, de hát a fényező műhelyben meg el kéne jutnom, úgyhogy vészmegoldásként először az egyik, majd a másik hűtőcsövet szépen lekötöttem a radiátorról. Ott. Az a fűtőradiátornak a csatlakozó csöve. Doing, doing, doing. Ha már kikötöttem ezt a csövet is, meg a másikat is, akkor a kettőt szépen összekötöm, így a hűtőrendszer zárt lesz, tehát nem fog elfolyni hűtővíz. Emergency, vagy a vészmegoldásnak ideiglenesen áthidalónak jó lesz, mert legalább nem tűnik el a fagyálló, nem folyik be az utastérbe, mert el tudok jutni a műhelybe. Itthon elkezdtem a szétbontást. Mint jó plasztikai sebész, a régi orrot már leműtötte. Ennyi. És lent van a nózia. Ilyen műhely tartózkodáskor általában vissza szoktam alakítani, hogy Attiláiknak könnyebb legyen mozgatni.
És persze a műszerfalat is kiveszem. Sokszor kérdezik, hogy ezt a műszerfalat azért nem 5 perc kiszedni, ugye? Nem, tényleg nem. 4,5, mert így terveztem meg, mert a meló, a munka, az nem csak a kivitelezésben van, hanem az azt megelőző gondolkozásban is. Apropó munka. Igazából sosem féltem a kétkezi munkától. Ástam én öntöző árkot, dolgoztam téglagyárban, amikor... A frissen kiégetett kisméretű téglát 36 fokos melegben pakoltuk a raklapokra. Így nem igazán rázott meg az, hogy kit építésénél egész sok minden kellett, hogy legyek. Kárpitos, villanyszerelő, autóhif is, de még mérnök is, hiszen ki kellett találni, mi hogy legyen. Sőt, sokszor vissza kellett szedni bizonyos elemeket, és újra kábelezni mindent előről. Látszik, hogy régen szedtem ki ezt a műszerfalat. És így néz ki kopaszon. Hát tudom, nem szép, de a körkormány még visszajön. Egy októberi vasárnapon megmutattam, kitett a parkoló parádén. Na most egy nappal később kiderült, hogy nem csak az a pár ezer ember vette szemügyre az autómat, hanem maga a retro rádió is. És mivel eléggé tetszett nekik, nem is értem úgy, hogy miért, meséltek róla Bocskor Gábornak, aki a keddi adásban azonnal beszélgetni akart velem a kocsiról. Láttunk egy magyar kit replikát. Teszem hozzá, találkoztunk mi már magyar kit replikával, tényleg baromi jó volt, de ilyet még nem láttunk. Tehát az ennyire, tehát ez gyakorlatilag, amit a filmből vették volna ki, egy az egyben. Tényleg olyan, egy az egyben a fényezése, ahogy csillog, ahogy fut ez a futófény az elején, ezt egyből be lehetne rakni egy jelenetbe. David Hasselhoff beülne és menne. Ez az, így van, ami az autó elejét illeti, a belseje is egy az egyben olyan. Tehát ez a megdöbbentő, hogy nem csak egy ilyen utánérzés, és amit lehetett, azt úgy hasonlóan megkomponálta a gyártója, hanem egy az egyben olyan. És itt van a vonalban a gyártója, hihetet legyen, abszolút működő monitorok, ahol rendesen látsz kameraképeket, mi egymás. Köszöntsük az autó, a magyar kit, tulajdonképpen a legjobb kit replika megalkotóját. Szia Zsolt, jó reggelt, hello! Jó reggelt, jó reggelt! Sziasztok, itt a Jogértés Igazságért Alapítvány magyarországi bázisa. Hogy mikor szerettél bele a Knight Riderbe, a Gyurinnak ugye az első erekcióját váltotta ki, neked mi voltam? Lehet, hogy én is hasonlóképpen tudom elmondani, nekem alapvetően autós beállítottsága vagyok, tehát nekem az autók mindig is a gyerekkoromtól kezdve a mindeneim. És amikor ugye még Magyarországon nem voltak műholdas tévék, ORF1-et néztem. Az elején ugye hallgattam egy csomószor azt a Aircont Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, és ezt azt mondom, hogy oké, nekem muszáj megtanulnom németül. Hát egy szót nem értettem belőle, hát felvenni nem tudtam, hogy a videó nem volt. És mit szólt, amikor így elmész, nem tudom, hol szoktad vizsgáztatni, és ott beállítasz ezzel a szarv kormányos ezerledes izgalmat? Nem ezzel viszem. Van nálam körkormány, egy csavarra kicserélem, és a műszerfalat is úgy kötöttem be, hogy 4 stekkert csináltam az aljára, tehát széthúzom gyorsan, és a gyári csavarok fogadják felülről a szélvédőn, tehát ha leveszem mondjuk a targatetőt, akkor én ezt 4,5 perc alatt kiforgatom belőle ezt a műszerfalat. Most látok egy jelenetet még, hogy ott állsz a parkolóban a kitted mellett, és a kit elindul nélküled. Ez az önvezető funkció, vagy az? Persze, ott az Anti ott áll az autó mellett, igen, én meg fekszek az ülésbe. Hát valahogy meg kellett csinálni az önvezető funkciót, és mivel még ilyen nincsen, ezért ezt megoldjuk házilagosan. Bravo. Hát ez őrület. Nézzétek meg ezt a videót. Elképesztő az autó, és elképesztő az az elkötelezettség, ami Zsoltban van. Igen. Ahogy ezt összerakta, összeszedte hozzá az infókat, a gyerekkori rajzai. Gyerekkortól kezdve egészen mostanáig, hogy ez beteljesült. Fantasztikus. Tényleg le a kalapot. Annyit beszéltünk róla, hogy gyakorlatilag kifutottunk az adásidőből. Egyébként úgy köszöntünk el, hogy Bocsi megkérdezte. Annyira imádnám, hogyha ezzel benne ülhetnék. Ha Győrben vagyok legközelebb, akkor tedd már meg azt, hogy legalább nem is próbakör, csak hogy lássam. Nagyon szívesen, bármikor. Oké. Okay. Nem látok rá sok esélyt, hogy így lesz. De ha esetleg mégis, kamerát vigyek?